a 100. mérkőzését játssza egymás ellen az Újpest és a Debrecen. Két 47 pontos csapat harcban a bronzéremért. Ráadásul az utolsó 5 fordulóban ugyanaz volt a mérlege a két együttesnek, 3 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség. Ami az Újpest kezdő csapatát illeti, visszakerült Burekovics a kezdőbe Balázs Benyamin helyére. Ez változás a legutóbbi Honvéd elleni fölálláshoz képest, és itt van az a bizonyos 4-5-1-es, ami azért sokféleképpen variálható felállás elől a Hóri Horgas Traoréval. Ami pedig a Debrecent illeti, itt 3 helyen változtatott Herceg András a legutóbbi haladás elleni győztes mérkőzéshez képest. Tőzsér Dániel akkor sérült volt, most már ismét ott van a csapatban, és Ferenci János, valamint Csősz Rihárd is ott van a kezdő 11-ben. Ez egy nagyon masszív felállás, 4-5-1 elől Takáccsal, kicsit talán hasonló, mint az Újpesté. Szép csellel indul meg Beridze, lendületbe jön, Burekovicsnak ki oldalra, Zsótér, de szépen fedezte ezt a labdát, Zsótér még mindig, és megpróbálja eltekerni. Ez egy nagyon jó meglátás volt. Eleve, hogy apró termete létére, vagy ellenére remekül érkezett erre a beadásra, mindent megtett, hogy ne vegyék el tőle a labdát, és ez egy rettentő okos dolog volt. Haris. Takács. Szép kényszerítő. Ez most egy szép labda kihozatal, még akkor is, hogy a Szécsinek egy picit hosszú volt, de ezt még ki lehet tenni a jobb oldalra. Bódi. Elkezd befelé cselezni. Bódi még. Pont középre ment a lövés. Érkezett egyébként itt a másik oldalon nagyon szépen Haris. Talán innen fogjuk majd látni, hogy jön Haris, és oda vissza lehetett volna gurítani a labdát egyébként. Itt jön, föl is teszi mind a két kezét Haris. Tőzsér. Szép labdalevétel Csősztől. Már Takács kap egy labdát kint a jobb oldalon. Ketten érkeznek bent középen, és egyikőjük sem találja el úgy, hogy abból gól legyen végül. Pajovicsé volt a felperdült labda. Na ez egy jó kis kontra volt, Eridze. Tőzsér húzódik vele vissza. Honovó jön második hullámmal, viszonylag szabadon. Ez így még jó lehet, Rácz gól helyzetben, visszateszi a bal lábára. Nagy Sándor védett. Arra vagyok kíváncsi, hogy mere és tud-e többet kockáztatni valamelyik csapat a második félidőben ennél. Mert ez egyelőre döntetlen szagú, vagy pedig olyan, hogy valamelyik csapat talál egy gólt, és azzal meg is nyerheti akár a mérkőzést. Ez egy újabb sárga lap. Ezúttal Bényei kapja. Nyakamat merem rá tenni, hogy ezt be fogják ívelni a 11-es pont környékére, ide a hosszú fele inkább, és arra várnak az újpestiek, hogy oda berobbanhassanak. Pontosan. És jön is az a gól! Litauszki! Annyira lehetett érezni, hogy mire készül az Újpest ennél a szabadrugás variációnál, és ez is lett belőle. Tulajdonképpen fölálltak egy vonalba a 16-os előterében, hát kínálta magát ez a megoldás. És ez lett Litauszki, ki tudott végül is Haris szorításából bújni, és megszerzi az Újpestnek a vezetést. Bényei megindulhat vele az újpesti kapu irányába, a passza nem volt jó. Ferenci. Újra megpróbálkoznak egy beadással, Szécsi csúsztatja meg úgy, hogy Szécsi előtt még egy újpesti fejen irányt változtatott a labda, és igazából így került helyzetbe a debreceni csatár. Visszalép Zsótér, de egyelőre nem kapja a labdát, Pauljevics maga indul meg a jobb szélen. Be is tudja tenni, itt van a gólhelyzet így, és nincs meg a második gól, Rácz hagyja ki a lehetőséget. De szép lövés! Nagy! És akkor még egyszer. Zsótér a bedobást követően elképesztően jó rúgó technikája van. Kovács ugrott oda és hozza el a labdát nagyon nagy lendülettel.
Zsótér kint a jobb oldalon, jön a beadás, Traoré fejjel, megint Nagy Sándor véd, és már Onovo megint jön, és beteszi középre a labdát, Rácz gólhelyzetben, Nagy Sándor megint óriásit véd. Hát nem szólhatna most már semmit a Debrecen, hogyha kapott volna még egy gól, de egyelőre Nagy Sándor extrát nyújt a második félidőben. És sokszor csak rajta múlik, hogy ez még mindig 1-0. A lehető legjobb ütemben, jól tempírozva kapta Onovótól. Hát, hogy nem lett jól ellőve, az egészen biztos, mert nem lett gól, de ez nem kisebbíti közben nagy érdemeit. Itt pedig egy gólhelyzet, Szécsi a másik oldalon, Pajovic öklözi oldalra ki a labdát. Bódi tehát, ohohoho, egyből kapura, az igen. Egyből kapura csavarta Bódi Ádám, vagy a szögletet, a szabadrugást. Ott a helyzet! Oj, mi maradt itt most ki, Haris lábában volt az egyenlítés. És egy bő 10 perce maradt a Lokinak. Szécsi remek ütemben szerzett labdát, kinyik, már elől is van egyébként. Szécsi még begurítja középre, Tőzsér! Mekkora gól! Egyenlít a Debrecen egy nagyon szép támadásból, Tőzsér Dániel. Nem bonyolították túl, Tőzsér 16 méterről a bal alsóba ellőtte. Nagyon sokan bent a 16-oson belül. Ott a fejes nagy mit fogott? Atya úristen! Nagy Sándort ölelgetik a többiek. Hát ez volt körülbelül a negyedik, ötödik teljes zicser, amit megfogott. Ennél nagyobb védése nem volt egyébként a mérkőzésen. Traoré csúsztatta meg, és közvetlen közelről bele tudott még reflexből ütni Nagy Sándor. 3 perc egyébként a hosszabbítás. Ez mekkora helyzet volt. Hát le a kalappal Nagy Sándor előtt.